Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket a Nyakkendő Nélkülben. A mai vendégeim szépen fölmondtátok a leckét, hiszen mind a ketten nyakkendő nélkül érkeztetek. Bakos Kis Gábor a Győri Nemzeti Színház igazgatója és Hajdú Tibor junior primadíjas színművész itt a vendégem. Szerbusztok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Most estetek be konkrétan, ugye, a próbáról. Most még, még beszélgettetek is egy mondattal előtte, ugye te próbáltál, de még mielőtt elmesélnéd, ugye egy kicsit beszéljünk már elől a junior primadíról, hogy ez hogyan csapódott le benned, milyen érzéseket generált? Valahogy én is köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igen, valóban próbára estünk be, erre majd kitérünk. A junior primadíja kapcsolatban volt fajta várakozási időszak, ugye én ezt három héttel egy kicsit több mint három héttel hamarabb tudtam meg, hogy erre a díjra engem jelöltek, és hogy ezt meg fogom kapni. Azt gondoltam, hogy ez majd valamilyen adventi várakozáshoz lesz hasonlatos, hogy ilyen csodálattal, ámulattal teljes mértékben megcáfolta ezt a előre gondolatomat. gyakorlatilag a feszültségnek a tömkelege jött folyamatosan. Az emberben ilyenkor megfogalmazódnak kérdések, érdemese, jó helyre megye, Ezekkel a dolgokkal tarkítva, de alapvetően egy nagyon ö, izgalmas és feszült várakozás volt, amit aztán megkoronázott egy nagyon szép átadó esemény. Ez azért érdekes, amit mondasz, és majd lehet, Gábor, itt téged is bevonlak ebbe, mert ugye a méltatáskor tulajdonképpen elhangzott az, hogy ez a díj, mert általában a díjak miről szólnak. A múltról, vagy amit a múltban az, az Hogy Ez nem arról szól, az. ez igazából a jövőről szól. Valahogy egy picit a, a bizottság, aki ezt alapította, ezt a díjat, és akik odaítélték a kurátorok, ők valahogy egy kicsit a mi generációnkból szeretnének nagyobb hangsúlyt adni ezeknek az embereknek. Legalábbis erre született ez a díj, ez a célja ez szerintem az elmúlt évek díjazottjait nézve szerintem ez sikerül, és ez egy sikeres misszió, amiben belevágták a fejszélyüket ezek az emberek, de attól függetlenül tudom csak ismételni magamat, hogy tényleg egy nagyon feszültséggel teli várakozás volt. Gábor, milyen érzése az, amikor a társulatból valaki egy ilyen díjat kap? Nagy büszkeség ez számunkra, hiszen a Győri Nemzeti Színház életében Tibor az első díjazott, junior prima díjas színművészünk, és ez ilyenkor egyfajta visszacsatolása a mi munkánknak, hiszen a legfontosabb és a legexaktabb része a Tibor színművészetének az a Győri Nemzeti Színház színpadon megvalósított előadásokban mutatkozik meg. Ne felejtsük el azt, hogy számos filmben láthatták, illetve majd láthatják a a kedves nézők, illetve egy, már mondható azt, hogy hogy rendszeresen szinkronokon keresztül megismert hangazővé, de minden esetre ez egy nagyon komoly visszacsatolás És hogyha ezt a díjat mi úgy tudjuk megkoronázni, hogy készülünk az Ármány és Szerelem előadásának a bemutatójára, és Tibor játsza a Ferdinand szerepét, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kerek együttállása a dolgoknak, mert nem véletlen hogy ő játsza a Ferdinándot ebben az előadásban. Értem én, hogy már próbálnál engem terelni, hogy beszéljünk egy kicsit az előadásról, még ha megengednéd, még, még egy mondat. Kicsoda Hajdú Tibor? Na látod, ez az a kérdés, amire egyáltalán nem készültem. Pedig ezt az embernek általában fel kéne tenni magának. Félig egy megfontolt 30-as karrierista ember, félig pedig egy 15 éves játék kedvelt telegyerek. gyerek. Talán így tudnám a legpontosabban megfogalmazni. Köszönöm, örülök, hogy meg tudtalak lepni legalább egy picikét. Akkor beszéljünk az ármány és szerelemről, ami mégiscsak egy és testhez nagyon fontos feladat. dolog az, hogy, hogy a junior prima díj kapcsán, hogy mennyire fontos ez a díj. Minden évben öten kapják meg ezt a díjat. És uh, régen, jó pár évtizeddel ezelőtt uh, tulajdonképpen a Jászai díj volt az, ami ezt hivatott szolgálni. Uh, uh -huh. A fiatal pályakezdő színészek kapták ezt meg. Nem véletlenül például az, hogy Törőcsik kétszeres Jászai díjas uh, volt és lehetne még sorolni a, 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 többi nagy színész kollégát. És ez a dolog egy picit a Jászai díj valahogy egy ilyen állami közép díjjá változott, és később kapják meg a színész kollégák. És ezért nagyon fontos ez, hogy ez 30 év alatt lehet megkapni a Junior Prima díjat, hogy egyfajta útmutatás legyen az adott színművésznek, meg magának a generációnak is, hogy mi az irány, merre felé érdemes. A kategóriáról adni. érdemes beszélni, hogy ezt te miben kaptad meg? Színház, film és táncművészet. Film és tánc. Így, így van. És annyit azért még mondjuk el, hogy ha már beosztott, hogy valóban ugye öten kapják ezt a díjat, hogy azért az a szakmai zsűri, amelyik odaítélte neked, ezt többek között ott van benne Kálcsaba, ott van Rudolf Péter, Péter ott van Színház Máté van. Gábor, ott Katana van Robert Frank Színhál, Pál, Westspring, Westspring, tehát hogy azért ez egy nagyon komoly grémium. Így van. Az, hogy ők ismernek el pályámnak ilyen korai szakaszában, az, az, az borzasztó boldogsággal töltött el. Ezt nem tagadhatom. Tehát ez, vala, ez egy igen komoly szakmai díj. Tehát azokat az emberek jelöltek és adták nekem át ezt, akikre amióta elkezdtem ezt az egész dolgot, á, csodálattal is állította nézek, meg, meg, az ő pályájukat, az ő színházukat folyamatosan gorcső alávével, tehát próbál az ember valami fajta ízdést kitalálni magát, és ezek az emberek ott vannak közte. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az öt díjazottból Tibor az egyetlen vidéki. És megint ugyanez ez a, Budapest központúság, amiről ezerszer beszéltünk, hogy volt egy korábbi nyakkendő nélkül, hogy miért jó Győrének lenni. Hogy ez megint egy, egy fókuszt irányított győrre, a győri nemzeti Színház ez is egy különös büszkeség a Győri Nemzeti Színházon. Na akkor beszéljünk a Győri Nemzeti Színházról. Beszéljük. Megérkeztünk, igazából 5 és fél perc, 6 perc után megérkeztünk. menjünk el azon gondolkozom, hogy menjünk-e kronológikus sorrendbe, és kezdjük mondjuk a helység kalapácsánál, amelynek szeptember közepén meg volt már ugye a bemutatója, és beszéljünk -e egy kicsit arról, mert szó szerint azt mondtad róla, hogy ez egy remek mű Vagy pedig kezdjünk bele az ármány és szerelembe. Egy fél mondat csak a helység kalapácsára, hogy nem csak egy remek egy kiváló előadás, hanem azt gondolom, hogy az opera irodalom kapott egy újabb darabot. És lehet, hogy 5-10 év múlva más rendezésben, más színház, más operaház majd ezt be fogja mutatni. És Akkor viszont beszéljünk, akkor menjünk bele. Mert elvileg ugye ez egy petőfi, talán egy elbeszélő költemény. Ez egy a műfaja. Ez, meg, ez, meg egy ami lett ebből. Ez így van. Ez, ez nagyon tudatos volt az alkotási folyamat során, hogy legyen egy olyan vígopera, amely, amely megmutatja Petőfi életművét, és nyilvánvalóan az adott esetben a, a pozitív vagy a humorosabb oldala, amelyen keresztül könnyebb szólni a közönséghez, könnyebb szólni a nézőköz. És létrejött egy új opera. Egy új opera szerzőt avattunk Kovács Adrián személyében, akinek ez a tizedik zenés darabja, de az első operája. Mert, a, mert, bocsánat, az operáról nem az jut az ember eszébe, amit te mondtál, hogy 5-től 105 éves korig ajánlod bárkinek gyakorlatilag. És ezt most 5-től 105 éves korig ajánljuk bárkinek. Olyan az egésznek a textúrája, a megvalósítása, a zenei a anyag, a hangzásvilág, hogy ha fiatal és gyerekülbe, vagy ha szépkorülbe, akkor, akkor örömét leli ebben az előadásban. Ah, beszélünk egy picit, vagy nem, beszéljünk egy picit a szereposztásról, arról, hogy ez koprodukcióban jött létre, mert ez mind-mind nagyon fontos, és mind-mind emeli egyébként a Győri Színház fényét is. Fényét és rangját. E ha azt mondom, hogy nehezebb most kultúrát csinálni, mert egy picit szűkebb a nadráxi, akkor nem mondtam újdonságot. Az, hogy mi egy ilyen méretű és ilyen léptékű operát tudunk megvalósítani a Győri Nemzeti Színházban, felsorakoztatva a művészeti értelemben véve a teljes apparátusát a színházunknak, ez megint egy egészen különleges dolog. Az, hogy Berecki ágott a személyében, aki a dramaturgunk, egy operet librettistát avattunk, és olyan szövegkönyvet tett le, amely után tényleg szóval az ember örömmel örömmel vetette be magát ebbe a munkába. Ez mind 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 nagyon komoly dolog. És az, hogy ez az előadás mennyire működik, vagy mennyire működhet, az nyilván köszönhető annak, hogy világsztárok láthatóak ezekben a szerepekben. Tehát Molnár Levente a Győri Nemzeti Színházba visszajár folyamatosan jön, folyamatosan itt van, velünk van, és kezd egy kicsit a milyen kíválni. De az, hogy a, a, a szerepében Mester lehet látni, tehát ez, ő, ők, ők nem, 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 kis nevek, ők világsztárok. Tehát nem, nem, ne, ne szerénykedjünk ezekkel a, ezekkel a kifejezésekkel. De sorolhatnánk még Haja Zsolt, Rácita, és ne feledkezzünk meg azokról a, azokról a kollégákról, akik győriek, például Lázimváról, akit szintén lehet látni a szemérmetes ázsók szerepében. Szeptember 15-én volt az ős van. Hogyan fogadta a közönség? kiválóan is pazarol. Tehát az, hogy egy operában nyílt színi tapsont kapjon ne énekesi teljesítmény, hanem színészi megvalósítás, ez ritka. És ez ilyenkor egy jó visszacsatolás a, a, a színháznak. És az, hogy ez az előadás majd eljut Debrecenbe, ott többször el fogjuk játszani, hogy eljut Miskolcra, hogy adott esetben eljut majd a Szegedi Szabadtéri Színpadra, vagy, Mar vagy a Margit Szigetre, és az, hogy november 25-én a díszbemutatója Budapesten lesz a Nemzeti Színházban, ez mind-mind-mind a, a, az előadás patináját és fényét tudja tovább emelni ármány és szerelem. Akkor vágjunk ebbe bele, hiszen akkor most visszacsatolok arra, hogy a próbáról estetek be tulajdonképpen. Gyakorlatilag igen. Az ármány és szerelem, ez egy Schiller dráma. Ez nem egy könnyű műfaj. Schiller szerintem amúgy sem könnyű műfaj. Ilyen fiatalon főszerepet játszani, mennyire nehéz ilyenkor azonosulni, és hogyha egy pár mondattal arról beszélnénk a kedves nézőknek, hogy tulajdonképpen mi körül is forog az ármány és szerelem rangok a szerelem világában. Ezzel tudnám legfőképpen tömören és röviden kifejezni azt. Két ember egymásba szeret, akik nem ugyanazonban a társadalmi kasztban élnek, és ettől lesz egy hatalmas káosz mindenkinek az életében, akit ez a szerelem érint. Tehát megyek itt a felmenőkre, a két apára. Az Gondolom, az munkatása. apák nem akarják, vagy legalábbis az egyik apa nem akarja, hogy rangon alul nősüljön a fia. Gyakorlatilag az egyik apa nem akarja, de valójában a másik apa sem akarja, hogy rangon felfelé, hiszen ő már valahogy elsőre bevonza ezt az egész érzést azzal kapcsolatban, hogy ebből nem biztos, hogy jó dolog fog kísülni. Tehát, hogy ez a dolog, hogyha a társadalmi átjárás van kasztok között, abból csak és kizárólag feszültség kerekedhet. Itt ez meg is mutatja Schiller egy gyakorlatilag öt felvonáson keresztül ennek a tragédiáját, hogy mi kerekedhet egy valójában tiszta fiatal szerelemből és ez téged mennyiben érint lelkileg mondjuk. Tudom, hogy nagyon jól át tudtok ti szellemülni minden egyes feladatot, de te egy fiatal ember vagy. Te mit is játszol? Pontosan te mm. játszod a Gyakorlatilag én vagyok a, a, a magasabb kasztban lévő apának a fia, tehát a kancellárnak a fia. Mm -hmm. Én egy katona ember vagyok. vagy az őrnagy. Az őrnagy, Ferdinand, aki szerelmes lesz egy muzikus lányába. Luizával. Ez eddig még akár happy end is végződött. Tehát láttunk már ilyenre példát a világ történelemben. A Rómeó is, Júlia is így indult, amiből azért Schiller igen vastagon merített, hogy ehhez, a, ehhez kép anyagot tudjon keresni ehhez a drámához, tehát csatol sok helyen a, a Romeo és Júliához. Itt leginkább a részemről átszellemülni olyan szempontból nem kell, hogy már szerintem voltam szerelmes, vagy azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy talán voltam szerelmes, lehet, hogy 30 év múlva meg fogom cáfolni ezt a mondatomat, de szerelmes már voltam, akadályok már gördültek az életben elém, olyanokat, amiket át kell ugrani, és vannak olyan helyzetek, amikor olyan emberek gördítenek eléd akadályt, akik akár csak társadalmi rangból kifolyólag, akár szülő-gyermek viszony szempontjából nem tudsz neki nemet mondani, akárhogy szeretnél, és ezeket az emlékeket próbálom előkutatni, akkor, amikor a színpadon mondjuk ellent kell mondanom az apámnak, a kancellának, aki Tungvári István játszik. Hogyan találtatok rá egyébként magára a színdarabra? Jó pár évadon keresztül görgettük magunk előtt ezt a címet. Elővettünk egy darabot, ajánlott egy darabot egy ukrán rendező kolléga. És, és két évadon keresztül nem tudtuk megcsinálni ezt az előadást. Nem titok, a háború markánsan beleszólt ennek a, a darabnak. A Magyarul az a ukrán rendező jött volna rendezni, de végül nem tudott? Így van. Először azért nem tudott jönni, mert egy másik felkérést kapott, meg kapta a lehetőséget Ukrajna, hogy csináljon egy előadást Kaunasban. Ugye Kaunas volt akkor Európa Kulturális Fővárosa, és személyesen. Ez Litvániában így, van. Így van. Iván Urivszkét, aki az előadást rendezte volna meg, őt kérték fel, hogy csinálja meg ezt az előadást. A két darabnak a próbaidőszaka összecsúszott, és mivel nekünk nagyon szoros és feszes a játszási rendünk, a szereposztásaink, hiszen mi nem estéről estére mondjuk adott, adott esetben anszit játszunk előadásokat, hanem minket a bemutatók organizálnak. Ezért az volt a legegyszerűbb megoldás akkor, hogy halasszunk egy évet ezen a darabon. És megint elkezdtük tervezni, itt volt a díszlet jelmez tervező, összeraktuk az egész előadást, és akkor már direkt módon szólt bele a háború. Sajnos a világpolitikai viszonyok úgy alakultak, hogy, hogy nem tudott eljönni Iván Uriszki megrendezni ezt az előadást és megint ugyanabba a cipőben nem akartam belelépni, hogy még egy év adott olunk, és vagy lesz valami, vagy nem, hanem azt mondtam, akkor ez marad, marad a cím, és akkor keresünk egy másik rendező kollégát, így találtuk meg újra Vladimir Antont, aki két évvel ezelőtt már rendezte a Mirandolén című előadásunkat, és Vladimir Anton rendezésében láthatja majd a győri közönség, mert azt gondolom, amikor egy szereposztás működik, amikor egy szereposztás megtalálja megfelelő módon a kiváló színészeket, és csatoljunk ide vissza egy picit a, megint a Junior uh -huh. Prima díjra hogy a férfi főszerepet nem véletlenül játsz a Hajdu Tibor, akkor, akkor, azt gondolom, hogy nekünk meg azt kell megtalálni a színház vezetésének, hogy ki az, aki erre a szereposztásra érvényesen abszolválni tudja ezt az előadást teljesen laikus kérdés lesz. Jót tesz egy színdarabnak? Vagy rosszat, hogyha mondjuk két éve van, hogy érlelődik benned, hogy milyennek kéne lennie? És utána tudjátok megvalósítani, még ha nem is azzal a rendezővel, még ha nem is úgy, ahogy az eredeti tervekben benne volt, de hogy volt két év, hogy ez úgy valahogy a lelkedben, vagy a lelketekben formálódjon. Én azt gondolom, hogy hogyha most így megint Tiborra mutatva azt mondhatom, neki biztos, hogy jót tett. Neki olyan tapasztalások történtek az életében azóta, ez alatt a két évad vagy év alatt amelyek mindenféleképpen hasznosak abban, hogy az előadásban egy még érvényesebb ö, ö, szerepformálást tudja megvalósítani. Maga az, hogy milyen lehetett volna az előadás abban a rendezésben, ezt el kell engedni. Uh -huh. Tehát egy teljesen más világa lett volna, teljesen más, hogy más irányból nyúlt hozzá Urivszky, és ö, a Vladi, Vladimir Antona az előadás rendezője, ő megint más ö, dolgot. Ilyenkor vannak pici változások, tehát ö, az, hogy, az, hogy belekerült, visszahúzott két szerepet, abból a szerep, ami a korábbi szereposztásban nem volt meg. Ezek olyan dolgok, amely egy rendezői szabadságban maximálisan beleférnek. Én azt gondolom, hogy most, optimálisa, most optimálisabb az időpont a színészek szempontjából ennek az előadásnak a megvalósítására. És nem tagadom, hogy láttam annak az előadásnak felvételét, képeit, amit az Urivszki megcsinált végül a Kijevi Nemzeti Színházban. Tehát egy olyan, olyan előadás jött létre, amely picikét komorabb annál, mint amire most nekünk adott esetben szükségünk van. Én nagyon örülök annak, hogy a Vladimir Anton újra itt van. Ő ne felejtsük el, hogy ő a Bukaresti Színművészeti Egyetemnek a professzora. Uh -huh. ő, ő egy olyan kiváló alkotó, aki, aki a román színházi világból érkezik, azzal a fajta expresszivitással, viszont egy nagyon-nagyon felkészült és nagyon érzékeny rendező, aki tökéletesen végigemezi azokat a dolgokat, amiből a színész kollégák kiv kiválóan tudnak majd dolgozni. Mind a kettőtökhöz szólna majd a kérdés, de lehet, hogy hagyok, több időt gondolkodni. Mégid csak te vagy talán a rutinosabb. Siller Schiller nem egy kortárs darab, ja. vagy egy kortárs szerző. <laughs> e, és ugye minden színdarabnak megvan az a lehetősége, hogy, hogy rezonáljon a körülöttünk lévő világra, az életre, a napi dolgokra. Ez mennyiben tudja beemelni a napi aktualitás? Vagy egyáltalán beemelje, vagy kell -e beemelnie? nem kell beemelni, ez egy örökérvényi darab. Olyan kérdéseket fogalmaz meg, amik eh, akkor is, most is, és száz év múlva is ugyanúgy érvényesek lesznek. És ezekre a kérdésekre kell ennek az előadásnak a mai kor követelményeinek megfelelően válaszokat adni. És azt gondolom, hogy válaszokat is fogadni. Tehát itt olyan, olyan dolgokat feszegetünk, amit fölmerült ez a kasztokbeli különbség. Lehet, hogy ma nem úgy hívjuk, hogy arisztokrata és polgári réteg, és nem tudom én, paraszti, plebejus vagy patricius, Egyszerű dolog, a pénz az akkor is, ma is, és elképzelhető, hogy pár száz év múlva is ugyanúgy ott lesz, és ugyanúgy meg tudja határozni ezeket a idézőjebetet kasztokat. És ugyanúgy felmerülnek ezek a problémák, vagy felmerülhetnek mondjuk adott esetben ezek a problémák. Csatlakozni tudok a Gáborhoz, a szöveg antik. Próbáljuk finomítani, és hétköznap, tehát a mostani idő számára, tehát a 2020-as évek számára érthetőbbé és fogalmazhatóbbá és játszhatóbbá tenni a történet is antik. De annál aktuálisabbat nem tudok elképzelni szerintem. Tehát, hogy ha őszintén mindenki bele gondol a saját emlékeibe, akkor mindenkinek volt olyan problémája a szüleivel, hogy nem akarta megengedni azt, hogy azzal az emberrel együtt legyen. Tehát, hogy szerelmes kapcsolatba jöjjön, vagy bármiféle dolog. Nem, nem, nem. Rengeteg tapasztalat van szerintem mindenki ezzel kapcsolatban, de ennél aktuálisabbat nem tudok elképzelni, mint az, hogy egy másik ember szeretné az én dolgaimba bele tehát szeretne beleavatkozni. Pláne egy olyan kényes témában, ami maga a szerelem, ami hát ugye nem tudtam én sem neked válaszolni. Lehet, hogy voltam szerelem, és lehet, hogy nem, majd ez kiderül évek múlva. Tehát, hogy mi az, hogy szerelem. Nem tudjuk. De hogy valaki szeretne ebbe beleavatkozni, mert én tudom, hogy neked mi lenne a jobb. Ennél aktuálisabbat nem tudok, Ezt generációk mondani, csatális. ez a szülők dolga, tehát nekem is állandóan beleszóltak, hogy szerintük nem jól lányt ez választottam. Így van, ez így van. ha, hát ennél aktuálisabb dolgot nem tudok elképzelni. Szerintem ebből humorforrás is fakad nagyon sok, de nem az a fajta tércsapkodós humor, hanem az, hogy Úristen, ezt anyám ugyanúgy játszotta velem 12-18-20 évesen, nem tudom, az első gyerek szerelemtől, az első kamasz szerelemet. hát ez felfoghatatlan, hogy, hogy hogy... Most azért érdekes, amit mondasz, hogy ha megnézi ezt, a közönsége néző, ő hogyan fog fölállni utána. Hogyan hogy fog felállni hogy, Már Mármint hogy itt szorít neki belül, mert tragédia, vagy a humorban ő is érzi azt, hogy ez bele is megtörténhetett volna, tehát hogy, hogy, szerintetek hogyan fogja ezt majd fogadni a közönség? Mi a cél Szerintem talán? az a normális, nem tudom, hogy hogyan fogja fogadni a közönség, mert általánoságban nem, nem akarok megfogalmazni, hogy a győri közönség. Nem, így, csak hogy mondtad, hogy, hogy vannak De benne mindenki, elemek. mindenki vagy... másképp, mindenki szerintem fog emlékezni két-három olyan momentumra, ami neki jobban megragadt abból a szempontból kifolyólag, hogy neki sokkal élmény az a pillanat, amikor egyszer csak azt mondja valaki életében először az apjának, hogy már pedig ez az volt eddig, amit te mondtál de most először azt fogom neked mondani, hogy nem. Neki az lesz az érdekesebb, valakinek az lesz az érdekesebb, hogy milyen az, amikor két fiatal szerelmes felajzva a vágytól egymással szemben állnak, gyakorlatilag csókolózása és a lány azt mondja, hogy várjál már, nem, nem, nem. És ott az, hogy mi van ember? Hát egy másodperccel ezelőtt még semmi problémád nem volt. Most mitől? Semmi, semmi nem akarom elmagyarázni, és hát voltunk már így, hogy nem, nem értjük a nőket. Neked mi az érdekesebben? Próba folyamatban, magában, a, a te szerepedben? A szerepemben talán az, hogy egy ember hogy tud eljutni a végső megőrülésig egy, egy tehetetlen helyzetből. Én sok Nekem a tehetetlenség érzése az, ami a legközelebb áll hozzám. Volt egy pár pillanat az életemben, amikor olyan dolgok történtek, amikkel kapcsolatban nem tudtam változtatni. Ez a tehetetlenség érzés, ennek a dühe, ennek a komikuma, hogy egyszer csak elkezded magad látni, hogy, hogy hogyan reagálsz sehogy természetesen, tehát össze-vissza. A darab, vagy a próba folyamat szempontjából a Vladi. A Vladimir Anton, a rendező az, aki nekem nagyon-nagyon inspiratív személyiség. Másfajta színházat képviselnek ők ott, uh, Romániában, mint amit mi itt megszokhattunk, és ez valahogy az én ízlésemben egy hajszány közelebb áll, tényleg az expresszivitás a fő uh, ilyen uh, hangsúlyos a vonala, a bátorsága. Uh -huh. Tehát, hogy nem kell <laughs> valahogy mi ahhoz, Nincs, szoktunk mert mert van itt, egy hogy a rossz értelemben megfelelési kényszer. Mm. És ez ez, 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 nem mindig hat jól ezekben az előadásokban. Tehát nekünk bátran kell fogalmazni ebben az előadásban, és én hiszem azt, hogy a közönség jelentős része meg fogja kapni a katalázis Amire azt gondolom, hogy nagy szükségünk van. Hiszen ne felejtsük el, hogy annak idején a görögöknél a drámaíró versenyen három dráma volt és egy pásztorjáték. Tehát három katarzist kellett megírnia egy mm -hmm. szerzőnek, és volt egy vígjáték. És ma ez valahogy úgy, úgy elfelejtődött, olyan, mintha csak pásztorjátékokban szeretnénk fogalmazni. És azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben szükségünk van arra, hogy legyen egy katarzis, legyen egy olyan élménye, ahol egy kicsit a lelkünket le tudjuk üríteni. Megcsináltunk egy helységkarapácsát, vígopera, bravúros, rendben van. Megcsináltunk egy pénz az égből című előadást, hiszen már túl vagyunk két bemutatón, nem lehet rá egyet kapni. Egy bulvár előadásra... Arról, azért egy két mondatot becéljél, itt. Persze, tehát hogy... De, de most, most arra van szükségünk, hogy Vegyünk egy nagy levegőt, és nézzük meg, hogy Schiller, Ármány és Szerelem című romantikus drámája 2023-ban mit tud nekünk, győrieknek adni. Igen. Hol tartanak a próba folyamatok? Most hogy érzitek, hogy ma reggel rendelkeztük le az ötödik felvonást. Tehát most ez nem azt jelenti, hogy öt felvonásba fogjuk játszani, hogy írott öt felvonás van, ezt mi szétszedjük három felvonásra és két felvonásra, és most rendelkeztük le gyakorlatilag a záróképét az előadásnak. Tehát, Egyébként hogy... a, a ez a fajta színjátszás közelebb, bár most tudod, mi jutott eszem, vagy Csárdás királynő, ami gyakorlatilag ugyanezt mondszolgatja, csak happy end van a végén. És szól a zene. És szól a zene, nem is akármilyen zene. Van. Nem is az, hogy a műfaj, vagy bármi más, tehát valahogy az élő színháznak a keresése szerintem azál áll lehet az egészhez, mert egy, egy Schillert is lehet élő színházzal csinálni, meg úgy nevezik a szakirodalom, hogy halott színház, amikor a két ember budgyos ruhákban nem is egymáshoz beszélgetett, olyan, mintha egy ilyen nagy gesztusokkal teletraktált felfújt ilyen papundekli, nem tudom ezt ebben megfogalmazni, meg van, két ember az, hogy nem kell semmit csinálni, csak leülsz és kérdezel valakitől valamit. És ez ugyanúgy működik egy csárdás királynőben is, számtalan rendezésben bebizonyosodott már itthon, és ugyanúgy működik egy Schillernél is, ugyanúgy működik a Rékúninál, ugyanúgy működik Petőfinél, ugyanúgy működik Tamás Járonnál. Csak egy, egyedül magát az élő színháznak a fogalmát megkeresni, hogy két ember jelen időben beszél valamiről, az egyikben történik valami változás, azt a másik észreveszi, kérdez, az tagadja, tehát hogy mint az életben. Valahogy ennek, ennek, a, ennek az igazát próbáljuk megtalálni itt is, meg szerintem az a jó, ha mindenhol. Milyen jó végszavazna, de megígértem, hogy a pénz az égből még visszatérünk, illetve ha van olyan darab az évadban, ami a szívedhez közel áll, vagy szeretnéd kiemelni, akkor viszont kérlek, hogy tedd meg. Mint egy jó családapa, mindig az a gyermekem a legkedvesebb, aki éppen születőfélben van. Uh... Ja. <laughs> ilyen értelemben az árvány de, de nagy, nagy, büszkeség nekünk most például a Pénz az égből című előadásunk, az egy más műfaj, ez a kisföldi teremben egy olyan előadás, amire nem lehet jegyet kapni, és akkor nem kell tovább magyaráznom ezt a dolgot, de természetesen az évad során érkeznek tovább az előadások. Lesz a tűzön vizen át az ifjúsági bérletünkben, ami Petőfi és Arany mutatja meg, hiszen Petőfi 200 év van, nem csak a helység kalapácsa, ez az előadás is Petőfi Sándornak állít emléket, érkezik egy vándor kiállítás, egy Petőfi 200 a színház előtti térre. Úgyhogy minden előadás egy újabb vajudás, és egy újabb nagy öröm, amikor, amikor megszületik. Jön majd novemberben a buborékok, és akkor most én nem igazgatóként, hanem alkotóként arra készülök, mert azt az előadást fogom rendezni. És azt gondolom, hogy pazar a szereposztásunk. Tibor is látható lesz benne, egy teljesen más jellegű figurában, és annak az előadásnak a két főszereplője pedig Csankó Zoltán és kubik, na, de és ez nekem egy óriási élmény és boldogság, hogy, hogy őket tudhatom ebben az előadásban, ilyen formában. Ez a tökéletes végszó, de ha már ekkora csillogás van a szemedben, amikor mondjuk erről a darabról, vagy ezekről a zsenikről beszélünk, akkor arra kérlek, hogy gyertek már vissza még egyszerű, és akkor beszélgessünk arról a darabról is. Rendben. Most viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!